A komáromi Sej Egyetem női röplada csapata az első liga nyugati csoportjában a pozsonyi Tami csapatával állt nagy versenyben az első helyét vívott csatában. A bajnokságot a komáromi csapat megnyerte, és már készülődhet az osztályozóra az extraligába való feljutásért, melynek első fordulója nálunk lesz Komáromban április 6 és 7-én. Felvételeink a bajnokság utolsó előtti fordulójában készültek, ahol csapatunk ellenfele Komját együttese volt. A komáromi csapat mindkét mérkőzését könnyedén nyerte meg 3-0 arányban. Martinát edző megjegyezte, hogy a Komját elleni mérkőzést már az osztályozóra való felkészülés jegyében játszotta a csapata. Ez az ellenfél nem kényszerítette csapatot különösebb erőfeszítésre, ezért lehetőségük volt kipróbálni a támadó és a védekező elemek variációit. Az extraligába való osztályozóba egyenlő esélyekkel indulnak majd a csapatok, és a komáromi együttes is mindent megtesz majd a sikerért. Felelősség teljesen készül a csapat, erősíteni is fognak még, aztán majd kiderül, mit hoz a jövő.